Ez itt Bukoldami, az Egyesült Államokból, Floridából, és beszélgető társai. Magyarországról. Vermontból. Torontóból. Svédországból. Szingapúrból. Finnországból. Németországból. Franciaországból. Szénási Krisztina is levélben fordult hozzám. Írta, hogy nagyon szívesen elmesélné a saját történetét, ami fordítottja a legtöbb interjú alany történetének. Ő ugyanis sok éves bécsi tartózkodás után visszaköltözött Budapestre. A Szó összehoz 101. felvételében Kriszti mesél a pályaválasztás nehézségeiről, hogy miért határozott úgy, hogy külföldön próbál szerencsét, hogyan vezérelte régi nagy álma, milyen volt hazaköltözni, és a tudást, a tapasztalatot végül is hogyan tudja másoknak is átadni. Szénási Kriszti vagyok, Magyarországról. Budapesten születtem, Budapest mellett nőttem fel, illetve a fővárosban jártam ki különböző iskoláimat, és az élet úgy hozta, hogy aztán Bécsbe sodródtam, ott 6 évet töltöttem, onnan pedig újra visszaköltöztem Budapestre, itt lettem úgymond újrakezdő. Picit fordított történetnek tartom a sajátomat, mert általában a mese úgy szokott elkezdődni, hogy a legkisebb fiú, illetve az én esetemben az egyetlen lány fogja a cókmókát, elhagyja az otthonát és elindul világot látni, és ott történnek vele a nagy dolgok. Nálam pedig úgy alakult, hogy én már megjártam ezt a világot, vagy legalábbis a világnak egy részét, és én itthon vágtam bele a fejszémet új dolgokba, amik kicsit kizökkentettek a megszokottból, és ezekről a dolgokról szeretnék ma mesélni. Alapvetően egy elég lineális életpályát futottam be, úgy körülbelül 30 éves koromig, tehát családban éltem, elmentem iskolába, jól tanultam, elég a lelkemre is lett kötve, hogy tanuljak jól, mert az a sikerhez vezető kulcs, ez még szerencsére nem okozott bennem konfliktus, mert szerettem is tanulni, mai napig szeretek tanulni. Kijártam az iskoláimat, középiskola, egyetemre mentem, szakmát választottam, nyelvtanár szakma mellett tettem le a voksomat, és hát itt azért volt egy pici megtorpanás ezen a lineális úton, a pályaválasztás környékén, ugyanis eléggé elkeserített a gondolat, hogy nekem egy szakmát kell választanom, úgy egész életemre. Tehát én abszolút úgy szocializálódtam itthon Magyarországon, hogy komoly életre szóló döntéseket kell hozni, amik mellett aztán majd ki is állunk, és hogy hát körülbelül a nyugdíjig eltervezhetjük az életutunkat. Tehát ez a legyen biztos, és legyen valami fix alap, ez gyakorlatilag a véremben folyik, és nem mondom, hogy ennek teljes mértékben ellenálltam, mert valamilyen szinten én is szeretek úgymond biztos alapokat teremteni az életemben, de nagyon nehéz volt egy dolog mellett letenni a voksomat. Hogy elvégeztem az egyetemet, és ott találtam ugye magam friss diplomásként. Szembesültem azzal a rögvalósággal, hogy nem egészen biztos, hogy én a nyelvtanári pályából meg fogok tudni élni itthon. És elkezdtem körülnézni, hogy milyen más lehetőségek vannak, és akkor a 2000-es évek közepén elemi erővel tört be, és azóta is meglehetősen uralja a piacot az úgynevezett szolgáltató szektor. Ez a Shared Service Centers, ez a neve, ez a gyűjtő fogalom, amik időközben gombamódra nőnek ki Budapesten, tehát most már rengeteg ilyen van. Gyakorlatilag ezek hivatalosan mindenféle IT, pénzügyi, egyéb nagy vállalatok, ez a úgymond multi világ, ami ilyen-olyan szolgáltatásokat nyújt különböző ügyfeleknek nemzetközileg, és egyébként pedig a bölcsészek megmentője így az elmúlt 10-20 évben, mert az a helyzet, hogy ezek azok a cégek, akik nyelvtudással és kellő motivációval, illetve tanulási kedvel rendelkező fiataloknak lehetőséget nyújtanak a pályakezdésre, meg hogy egyáltalán elinduljanak az életben valamerre. Úgyhogy tulajdonképpen itt kezdtem akkor én az igazi felnőtt pályafutásomat, és 9 éven keresztül végül is ilyen jellegű cégeknek dolgoztam. Először ugye a nyelvtudás volt az, amit hasznosítani tudtam, utána pedig megtanítottak engem IT-ul gondolkozni és problémákat megoldani, és ami nagyon-nagyon jó volt itt, és szerintem a mai napig működik, az az, hogy ez az az életpálya modell, ahol nem a papír számít, hanem az, hogy hajlandó vagy-e és tudsz-e tanulni. És hogyha hajlandó vagy és tudsz tanulni, akkor egy úgymond egyszerű ügyfélszolgálatosból, ahogy én kezdtem, el tudsz jutni akár egy
középvezetői menedzseri pozícióig, amit én végül is meg is tettem. Ez ugye folyamatos tanulást igényel, folyamatos önreflexiót, nagyon sokféle munkát el kell vállalni, olyan munkákat kell elvállalni, ahol bedobnak a mély vízbe, tehát nincs hosszas tutuljogatás, hosszas betanulás, hanem azonnal éles helyzet, és teljesen más képességek kellenek hozzá, mint amiket én az iskolában tanultam. Erről azért is mesélek ennyire részletesen, mert ez nem csak az én életpályám, hanem nagyon-nagyon sok 20 éves, illetve 30-as, akár Magyarországon, szerintem máshol is, de Magyarországon egészen biztosan, hogy nem arról beszélünk, hogy valamikor a 30-as, 40-es, 50-es éveinkben arra kényszerülünk, vagy úgy hozza az élet, vagy úgy döntünk, vagy úgy alakulnak a körülmények, hogy pályát kell választanunk, hanem nagyon sokan már az elején pálya elhagyók leszünk, vagy vagyunk, és bekerülünk egy teljesen más világba, ahol egészen másfajta elvárásoknak kell megfelelni, mint amikről mi egyáltalán valaha is hallottunk korábban, életünk első 20-22 évében. Alapvetően ugye ez a múlt is élet, ahogy én magam is nevezem, meg ahogy a köznyelv is helyezi, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bekerülünk egy olyan világba, ami ajtót nyit a nagy világra. Tehát itt élünk, dolgozunk mondjuk Budapesten például, de a kollégáink azok a világ minden részén ülnek, és nekünk meg kell tanulnunk együtt dolgozni olyan emberekkel, akik mondjuk más kultúrkörből érkeznek, más nyelvet beszélnek anyanyelvként, más háttérrel bírnak mondjuk az adott munkahelyről is akár, virtuálisan kapcsolódnak hozzánk. Tehát ez a világ, amit most ugye manapság élünk, ugye most 2021-ben beszélgetünk, most már azért egyre szélesebb körül a virtuális kommunikáció, illetve már azok is rákényszerülnek, akik korábban nem kellett, hogy ilyen eszközökkel dolgozzanak. Na most nekem ez az életmódom volt tulajdonképpen a kezdetektől fogva, illetve egy egész generációnak. Mi vagyunk ugye ez az úgynevezett Y-generáció, tehát akik 1980 után születtünk, tehát mi már ebben nőttünk föl, illetve a munkahelyeinkben már ebben szocializálódtunk, hogy például az én példámból kiindulva nem találkoztam minden kollégámmal élőben. A legtöbb kollégámat, ügyfelemet nem is ismerem személyesen, tehát csak képernyőn keresztül, telefonon keresztül, ilyen-olyan applikációkon keresztül. Például erről semmit nem tanulunk az iskolában, hogyan kommunikálunk valakivel, aki nem anyanyelvi, hogyan kommunikálunk valakivel, aki máshonnan jön, hogyan oldunk meg problémákat, ha közben recseg, ropog, ugye mindenféle technikai háttér. Tehát napi szintű fókusz és probléma megoldás, tehát ez volt tulajdonképpen a veleje annak, amit csináltunk, és közben rengeteget tanultam a világról, magamról, arról, hogy hogyan kell éles helyzetben cselekedni, arról, hogy hogyan kell együttműködni, hogyan kell bármi mást félretenni annak érdekében, hogy meg tudjunk oldani egy fennálló helyzetet. Tehát ugye munkahelyről beszélünk. Ügyfeleink voltak komoly mérőszámaink, tehát multinál, nagyobb vállalatoknál ugye nincsen kecmec, tehát ott folyamatoptimalizálás van, tempó van, profitorientáltság van, ami egyrészt ugye nagyon igénybe veszi a dolgozókat. Tény, hogy van egyfajta ilyen kicsit már pejoratív jelzője is a multinak, hogy ugye az az, aki kihajtja az ember belét, ami hát egyrésztről ugye tud igaz is lenni, hogyha hagyjuk, másrésztről viszont arra tanít, hogy hatékonynak kell lenni és produktívnak. Nekem nagyon sokat tanított úgy az életről is, meg a világról is ez az időszak, és ennek köszönhetem azt is, hogy olyan szinten is nyitottam ugye a világra, hogy elkezdtem utazni magán célból is, illetve ugye üzleti célból is, elkezdtem más országok népét megismerni, és egy idő után ugye azt gondoltam, hogy érdemes lenne olyan jellegű tapasztalatot is begyűjtenem, hogy mi történik akkor, hogyha én külföldön élek. És aztán úgy alakult, hogy végülis nem is én, hanem a férjem kapott lehetőséget külföldön, konkrétan Bécsben, Ausztriában, és akkor vele együtt költöztem ki. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert az otthont elhagyni, azt, amit már az ember ismer, és azért mit hagytunk lakást, itt hagytunk barátokat, családot, az itteni karriert is, ugye, mert aztán idővel mind a ketten kint helyezkedtünk el, az azért változás volt annak ellenére is, hogy azért csak 230 kilométerre mentünk, tehát Bécs azért nem egy olyan nagyon nagy változás, tehát nem egy kultúrsok. Jártunk már kint korábban, ismerős az építészet, ismerős a kultúra, vannak közös történelmi gyökerek, ugye? Beszéltünk nagyon jól németül, tehát alapvetően egy kicsit olyan biztonsági zóna volt oda kimenni,
De mégis, amikor már kint van az ember, akkor nagyon sok minden történik, vagy én legalábbis úgy éreztem, hogy ott nagyon sok minden történt velem, ami később is meghatározóvá vált számomra. Alapvetően ugye tovább folytattam azt a munkakört, amit itthon is csináltam, de aztán egy másik céghez mentem, egy osztrák céghez, ahol azért picit máshogy zajlottak már a folyamatok, mint ahogy én azt korábban megszoktam. Én egy amerikai nagyvállalatoknál dolgoztam, ott azért a hatékonyság, a munkatempó, a haladjunk, oldjuk meg a problémát, az eléggé fókuszban van. Ehhez képest az a cég, ahol Ausztriában dolgoztam, ez egy kicsit mondjuk úgy kényelmesebb munkatempót vett föl, ami nekem nagyon furcsa volt. Nem igazán ehhez szoktam, és nem is igazán tudtam ezzel teljesen azonosulni, de aztán végül is megtaláltam a saját közegemben, illetve a saját projektemben, illetve azoknál a kollégáknál, akikén én voltam felelős, azt a fajta munkamódszert, ami eredményre tud vezetni. Egy olyan projektre vettek föl engem Ausztriába, amit igazából így utólag bevallott a főnököm, senki sem nagyon akart megcsinálni ott a már meglévő kollégák közül. Ez szerintem ez így kicsit úgy beszél arról is, hogy van egy ilyen kis, olyan fajta meggyőződés külföldi magyarok körében, vagy legalábbis Ausztriában, hogy mi végezzük a piszkos munkát, azért ez nem teljesen tudom azt mondani, hogy ez nem így van. Nem feltétlenül azért kaptam én ezt meg, mert magyar vagyok, hanem azért, mert én jöttem egy olyan közegből, ami ez a hát ilyet még nem csináltam, de én megpróbálom, szerintem meg tudom csinálni. Az interjún emlékszem, megkérdezte a főnököm, csupa osztrák középvezető és felsővezető volt bent az utolsó körömbe, és hát ott mindenféle próbának tettek engem, hogy mit csinálnék ebben a helyzetben, mit csinálnék abban a helyzetben, hogy oldottam meg ezt, meg azt az éles helyzetet, és mindenáron azt szerették volna belőlem kiszedni, hogy de azért csak van olyan projekthelyzet, amikor én azt mondom, hogy ezt már én nem tudom megcsinálni, és mondtam, hogy biztos van, de akkor megkeresem, hogy ki az, aki igen. És hogy nem akarták elhinni, hogy úgymond nem adom föl, hanem tényleg megoldást fog keresni, és később láttam, hogy miért kell ez. Ez egy nagyon érdekes tapasztalás volt, erre olyan nagyon nem számítottam. Az ember számít arra, hogy lakást kell keresni külföldön, vagy számítottam arra, hogy majd a hivatalokban, meg hogy máshogy vannak a procedúrák, más dolgokra kell odafigyelni. De az, hogy a gondolkodás teljesen más, és nem úgy nem beszélünk egy nyelvet feltétlenül, amikor külföldön vagyunk, hogy nyelvtanilag nem értjük, vagy fonetikailag egymást, hanem hogy na ez az, amire azt mondják, hogy kulturális különbség ilyen nagyon egyszerűen, de igazából ez tényleg az, hogy ha én kikerülök külföldre, akkor magammal viszem az egész múltamat. Tehát magammal viszem az én magyar gyerekkoromat, magammal viszem az én iskolás élményeimet, magammal viszem az én munkahelyi élményeimet, és szerintem sokan ezt sokszor elfelejtjük, hogy ezt magunkkal visszük, és befolyásolni fog bennünket abban, hogy hogyan kommunikálunk, és még amit itt megtanultam, az az, hogy ezeket nekem kell tudnom. Tehát nekem kell tudnom azt, hogy én ki vagyok, én mit tudok, és mit akarok. A másik fél, akihez én úgymond oda mentem, nem fog engem dekódolni feltétlenül. Igazából nekem kellett tudnom, hogy mi az, amiben én más vagyok, és amit én máshogy szeretnék csinálni, és hogy ezt tudni kell kommunikálni. Nagyon sokszor hallottam például azt a mondatot Ausztriában, hogy de mi ezt már 30 éve így csináljuk. De mi ezt mindig is így csináltuk. Mi ezt már a 70-es években is így csináltuk, meg a 80-es években is, meg az ügyfél ezt szokta meg. Én ugye úgy nőttem föl, illetve azt tanultam meg fiatal koromban is, hogy folyamatosan változtatni kell akár a saját szemléletünket, akár saját magunkat meg kell kérdőjelezni időközönként, hogy biztos jó-e, amit most csinálok, ez most is működni fog, ami legutóbb működött, és nekem ez igazából egy nagy tapasztalás volt a külföldi életemben, hogy nekem mennyire fontos az, hogy ezt a fajta rugalmas szemléletet, meg ezt a fajta gondolkodást én megőrizhessem és képviselhessem a világban, végül is bárhol is vagyok. Amikor mi kimentünk, nekünk nem igazán voltak fix terveink, hogy meddig akarunk maradni, mit akarunk. Kalandnak, tehát egy tapasztalatszerzésnek indult az egész. Végül is aztán 4-5 év után elkezdett mocorogni bennem az, és a férjemben is, hogy el kellene dönteni, hogy hosszú távon hol akarunk élni. Mert hogyha kint, akkor megteszünk bizonyos lépéseket, ha itthon, akkor tulajdonképpen miért vagyunk még kint. És arra jutottunk, hogy nekünk itt mindenünk megvolt, tehát tulajdonképpen arany életünk volt. Tehát az volt nekünk kint, amiért sokan kimennek, vagy amire sokan vágynak, akár itthon is, hogy van jó munkahelyünk, úgymond biztos munkahelyünk, tehát amire így úgymond lehet számítani a jelek szerint hosszú távon is, van lakásunk,
szép helyen lakunk, vannak barátaink, alapvetően egyfajta kényelmes biztonságban élünk, és most van az, hogy akkor ezt így tovább csinálhatjuk, és tovább élvezhetjük, és amikor megkérdeztem magam, hogy én erre vágyom-e, akkor meglepő vagy nem meglepő módon az volt a válasz, hogy nem. Igazából felgondolkoztam azon, hogy ha visszagondolok majd az életemre, akkor én megcsináltam-e mindent, amit szerettem volna. Hogy megvalósítottam-e azokat az álmokat, amiket így a fiókba tettem annak idején, például 18 évesen, amikor egy bizonyos úton elindultam, de ott azért voltak más gondolatok is, mint mondjuk a tanítás, vagy mint mondjuk egy ilyen nemzetközi nyelvekhez kapcsolódó karrier. A másik az az, hogy én az IT-szektorban dolgoztam, tehát szoftverfejlesztés, meg minden, amihez kapcsolódik. Ez a jövő iparága, tehát hogy a legtutibb helyen voltam, ami létezhet. Tehát, hogyha valami lesz még 5, meg 10, meg 15 év múlva, az nagy valószínűséggel a robotika, a mesterséges intelligencia. És igazából azt éreztem, hogy de én nem kellek még én is ide. Tehát ezt már annyian csinálják, és annyian fogják a jövőbe is csinálni, de hogy kitörődik közben az emberekkel, kitörődik közben a mentális, meg fizikai egészségünkkel. A sajátommal se törődtem eleget. Tehát, hogy nagyon sokat dolgoztam, és például ezen kevesebb hangsúly volt. És ezek a gondolatok elvezettek engem a továbbtanulás irányába, és még ott kint Bécsben elvégeztem egy mentáltréner tanfolyamot, ami nagyon hasznos és nagyon inspiráló volt. Egyfajta hogyan tudjuk magunkat tudatosságra edzeni, hogyha most én nagyon röviden akarom összefoglalni. Nagyon tetszett, hogy ez gyakorlati, és azt éreztem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és akkor éreztem azt először, hogy de én ezt nem Ausztriában akarom csinálni, mert szerintem ott már elegen csinálják, és itthon meg még mindig nem elegen. És azt is éreztem, hogy nekem hiányzik az anyanyelvem, ami nagyon-nagyon érdekes volt, mert bennem zsizsegett gyerekkoromtól kezdve a nyelvtanulás, az első perctől kezdve imádtam nyelveket tanulni, annyit megtanultam, amennyit csak bírtam, és használtam, és kifejezetten cél volt a pályaválasztásnál is, hogy én idegen nyelveket szeretnék használni, idegen nyelvi környezetben szeretnék dolgozni, mert az én világomhoz nagyon sokat hozzátett ez. Amikor viszont tartósan másik közegben voltam, hogy tényleg még az ebédszünetben is csak németül szólasz meg, mert csak olyan kollégáid vannak, és úgy elmondanád, most úgy ideillik a helyzethez az a jó kis bakterházas poén, amit szoktunk egymásnak mondani, és ők nem fogják megérteni, mert ők azt nem ismerik. És ez az, ami nekem így elkezdett hiányozni. Nem a nyelv, hanem rájöttem, hogy nekem mennyire fontos az, hogy én magyar nyelven tudom azért mégiscsak magam a legjobban kifejezni, és hogy olyan emberekkel beszéljek, akik ezt a Krisztit, aki magyarul beszél, megértik. Mert az a Kriszti, aki angolul beszél, meg németül, azt is nagyon sokan értik meg, tudnak vele együtt dolgozni, meg kedvelik, de nem a teljes énemet ismerik. És amikor ez bevillant, akkor villant be nekem az is, hogy ez nekem azért fontos, mert gyerekkoromban nagyon sokat olvastam, tényleg a könyvek szerelmese voltam, és rengeteg történetet szívtam magamban, és kamaszkoromban, mint sokakat, engem is elért az a láz, hogy szeretnék én is írni, és hát ez a fióknak író szerző esete volt az enyém, hogy írtam ilyen-olyan kis sztorikat, hát amiket itt tizenévesen szokott az ember, és hogy ez egy valid irány, és ebből lehetne mondjuk egy szakma is, ez például bennem tizenévesen föl sem merült. Egyrészt más is érdekelt más szakmák, másrészt az írás nálunk itthon Magyarországon úgy van elkönyvelve, hogy az az, amiből nem fog soha megélni. Az a hobbi. Tehát az írás, a zenélés, a festegetsz, úgy is mondják, hogy a festegetsz. Tehát, hogy van egy pici degradáló jelzőcske mellé, hogy ja, ez olyan kis hobbicska. Minden, ami mögött nem csillan a dollárjel, egyértelműen, az hobbi. De ugye tanulsz majd rendes szakmát is, tehát hogy megint csak azt tudom mondani, hogy ezeket azért mondom el, mert tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy sokat halljuk ezt a hobbicskánkra, hogy az csak egy hobbi, az valami olyan, amit majd légy szíves fejezd be, fiam, amikor ennyi meg ennyi idős leszel, az tanulj egy tisztös szakmát. És van ebben igazság, de közben nagyon sokunknak a hobbi az igazából a lénye része. Tehát én tulajdonképpen, ahogy egyetemre mentem, abba hagytam az írást, és én 20 éven keresztül nem írtam, és amikor elértem úgymond azt a szakmai csúcsot, vagy ami számomra a szakmai csúcs volt, illetve az a pont, amikor így megelégedhettem volna azzal, ami van, és akkor élhettem volna tovább azt a biztos életet, azzal egy időben rögtön bevillant az írás, hogy nekem írnom kell. Ha nekem volt gyerekkori álmom, akkor ez volt. Mérlegeltük a saját helyzetünket, hogy mind a kettőnknek volt egy bizonyos aktuális státuszkója, meg egy
vágya, hogy mit szeretne. Én ugye az írást szerettem volna, ezt a mentáltréning vonalat tovább csinálni. Én azt tulajdonképpen bárhol tudom csinálni, tehát akkor csinálhatom itthon Magyarországon is, ahol mondjuk nem kell egy méretdrága albérletet fizetnem, mint Bécsben. Itt ugye volt, illetve van saját lakásunk. A férjem meg, amit ki szeretett volna tanulni, illetve az a szakma, amiben bele szeretett volna kerülni, amit ő választott, az meg ugye egy olyan szakma, amit mesterektől tanul meg az ember. Azt el kell mondani, hogy Ausztriában abszolút támogatják a karrierváltást, és nagyon jó képzések vannak, és nagyon jó támogatás is van képzésekre, de egy 2-3 évet rá kell szállni a tanulásra. Például a férjem villanyszerelőnek szeretett volna tanulni, 2-3 év volt a kurzus, tehát addig semmit más nem tud csinálni, hanem csak suliba jár, és kvázi szociális segélyen él. Ő itthon egy év alatt elvégezte, és már mai napig villanyszerelőként dolgozik. Tehát, hogy van, amit könnyebb kint, van, amit könnyebb itthon. Akkor, amikor meghoztuk ezt a döntést, hogy mindent ott hagyunk, az akkor tényleg picit egy ugrás volt a bizonytalanba, hogy oké, lesz hol laknunk, tehát az íremben van. Igaz, ez kisebb lakás, mint amiben kint laktunk, tehát tulajdonképpen egy színvonalesés, anyagilag egy színvonalesés egyértelműen, illetve nyilván ott is már fölépítettünk valamit, akkor attól így elköszönünk, és hát úgy jöttünk haza, hogy még nem volt munkánk. Azt tudtuk, hogy mit szeretnénk csinálni, tehát inkább ez adta a bizonyosságot, hogy sokkal inkább, mint bármikor korábban, amikor papíron minden biztos volt, ez a belső bizonyosság, hogy tudod, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni, az ad egyfajta lendületet, amit korábban ezek a külső körülmények adtak meg. Ezt itt tanultam én is más emberek történetéből, meg bölcs írásokból, meg innen-onnan, de tényleg akkor tudja meg az ember, amikor maga is megtapasztalja. Az tény, hogy nem tudtuk, hogy mibe vágunk bele teljesen, amikor hazajövünk, mert azt tudtuk, hogy itt azért vannak ismerősök, meg alapok, meg nem tudom, de hogy újra kezdeni már így 40-hez közel, az teljesen más, mint 20 évesen elkezdeni. Mert először is kezdődik ott, hogy mindenki hülyének néz. Ha az öltél Ausztriából, hülye vagy. Sokan gyanítják, hogy biztos történt valami hatalmas nagy malőrot. Mert ugye a másik irányba áramlanak az emberek, nem visszafele, hogy föladni azt, ami ott volt. Tehát én is egyébként utólag is, ha belegondolok, akkor tényleg néha úgy megszeppenek rajta, hogy mennyi mindent így ott hagytunk, és hogy volt hozzá bátorságunk. De igazából közben meg ott volt az is, hogy mivel már megcsináltuk, már egyszer sikerült, és fölépítettük az életünket valameddig, ezért jobban hittünk már abban, hogy nem a külső körülményeken múlik az, hogy mi majd boldogulni fogunk-e valahol, hanem azokon az erőforrásokon, amik a mieink, amik a sajátjaink, amit magunkkal viszünk bárhova. Tehát magunkkal vittük őket Ausztriába is, és aztán visszahoztuk őket Budapestre, és aztán elvihetjük őket megint csak máshova. Hogy ezek velünk vannak, tehát hogy ezek nem a munkahelyed, logója, meg bármilyen más körülmény az, ami biztos, hanem az, aki te vagy, és az, akit te magadból ki tudsz hozni. Tehát mi azért elég pozitívan álltunk hozzá, hogy ez nekünk itthon sikerülni fog, meg nem akarok romantikus ábrándképeket építeni. Mi készültünk is arra az időszakra, hogy hazaköltözünk, újra kezdünk, újra tanulunk, esetleg álláskeresési időszak, ilyesmi. Tehát konkrétan anyagilag tartalékoltunk. És erre egyébként bárkit bíztatok. Tehát, hogy ha fontos valamilyen szinten a biztonság, meg hogy legyen rugalmas lehetőség választani több lehetőség közül, akkor arra előre kell készülni, igen. Azt szoktam mondani, hogy nem kaptuk ajándékba a szabadságot, hanem mi megdolgoztunk érte előre. Tehát, hogy amint ugye a gondolat szöget ütött a fejünkbe, hogy esetleg mi kilépünk ebből az úgymond biztos életből, és másfajta irányba indulunk tovább, akkor mi erre tudatosan készültünk, és ez fontos is. Amikor hazajöttünk, akkor megkaptuk ugyanazt a kört, amit 10 évesen. Ez nagyon vicces volt. Pontosan ugyanazok a kérdések, így mondjuk a családtagoktól, vagy máshogy szocializált honfitársainktól, hogy de ugye biztos munkád van, úgy jössz haza. Tehát ne gyere haza, amíg nincsen biztos munkád. Ami tök vicces volt, vissza is kérdeztem sokszor, hogy tehát azt mondod, hogy fizessem kint a drága albérletet, meg ott hesszeljek kint, mint hogy visszajöjjek ide a saját lakásomba munkát keresni. Tehát tuti, hogy szerinted ez a jó módszer. És akkor így átgondolta így az illető, hogy tényleg nem biztos. Tehát, hogy annyira könnyen ítélkezünk helyzetekről, de nyilván az ember idővel megtanulja azt, hogy ezek a saját félelmek. Tehát, hogy amikor más ember nehezen mozdul ki abból, amit ő ismer, meg amit ő megszokott, akkor tulajdonképpen ő arra kérdez rá, ami őt mozgatja. Tehát, hogy ezzel nem feltétlenül nekünk van dolgunk. Szóval igen, tehát ez meglepő volt sokaknak, és sokan igazából nem is tudták, hogy hogyan álljanak ehhez, meg hogyan támogassanak bennünket.
És inkább ez volt az érdekes, hogy amikor kiköltöztünk külföldre, akkor az ember úgy számít rá, hogy magára maradt, és akkor igazából most itt újra kell kezdeni. És hogy végül is ugyanez volt, amikor visszaköltöztünk, hogy na hát oké, hogy itt vannak az ismerősök, meg nem tudom micsoda, de hát igazából tulajdonképpen akkor is nekünk kell kitalálnunk, hogy hogyan tovább, meg hogy mi legyen. Végül is itt ugye két utat járunk be, a férjem megcsinálta azt a képzést, amit megszeretett volna, elhelyezkedett abban a szakmában, amit el szeretett volna, tehát abszolút azt csinálja, amit szeretett volna. Nálam egy picit azért volt nehezebb, mert írtam, jött az írás, tehát tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, de azért én még abban bíztam, hogy azt a sok tapasztalatot, ötletet, meg kreatív energiát, ami bennem rejtőzik, tehát nem tudtam, hogy mennyire nagy ez a kreatív energia, de azt tudtam, hogy itt valami van, amit én tudok alkotni, és hogy ezzel a korábbi tapasztalatommal, meg ezzel a nagy tett vágyjal, meg alkotókészséggel én valamit tudnék adni másoknak. És én először elkezdtem állást keresni még itthon is, tehát nem volt bennem az a kép, hogy én itt akkor soha többet nem leszek alkalmazott, és senkinek nem fog dolgozni, meg hogy a multik menjenek a nem tudom hova, hanem hogy én ezt így tudnám csinálni, csak most már más munkakörben. Tehát olyan munkakörben, ahol sokkal nagyobb szabadság van, ahol van lehetőség tényleg valami olyat létrehozni, ami hasznos, ami másoknak is segít. És akkor aztán rájöttem, hogy nincs ilyen munkakör igazából. A másik az, hogy nagyon gyanús az itthon, legalábbis, aki hajlandó újra kezdeni, és mondjuk úgymond alacsonyabb megítélésű, vagy besorolású pozícióba menni, mint amiben korábban dolgozott. Tehát, hogy én, ha projektvezető voltam, mindenki azt várja tőlem itthon, hogy legyek projektvezető. Esetleg egy másik szektorba átmehetek, de akkor már kell egy valami indokot mondanom, hogy én akkor miért akarok IT-ból az egészségügybe menni. De ha azt akarom mondani, én most szeretnék mondjuk inkább egy ilyen másfajta munkakört, ahol nagyobb a kreatív szabadság, és én így döntöttem, hogy előre akarom kezdeni, nem hiszik el. Konkrétan nem mernek olyan állásra fölvenni, ahol mondjuk azt mondják, hogy hát úgymond túlképzett vagy, mert attól félnek, hogy nem lesz elég a fizetés, és előbb-utóbb ott hagyod őket. Tehát ez egy olyan szintű berögződés az itteni HR-be, hogy konkrétan a 40-esek ezért kényszerülnek vállalkozást indítani. Tehát ezért van ennyi egyéni vállalkozó. Mert mondjuk, aki újra szeretné kezdeni, saját ötletei vannak, a gyerek mellett már nem úgy akar dolgozni, stb. Stb. Nem talál olyan munkát, amit ő szívesen végezne, és amit el is hisz a másik fél. Tehát nem hiszik el a magyar munkáltatók, hogy 40 évesen van annyi önismereted, hogy el tudod dönteni, hogy te ezt a munkát akarod-e, vagy nem. Ő helyetted eldönti, hogy te biztos nem fogsz itt tartani. Tehát, hogy megnézi az önéletrajzodat, és látja, hogy alapvetően minden munkahelyeden több évet dolgoztál, és mindent végcsináltál itt papíron, amit eddig kellett, de nem hiszi el neked. És nagyon érdekes, mert közben a másik oldalon az alapelvárás. Legyünk rugalmasak, tudjunk alkalmazkodni megváltozott körülményekhez is, tanuljunk meg új dolgokat, hogyha arra van szükség, fogadjuk el a rizikókat, tehát elvárás, hogy mi ezeket tudjuk, és akkor közben meg a munkáltatók nem tudják ugyanezt hozni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes tapasztalás volt, és akkor így egyre világosabb lett az, hogy nem biztos, hogy akkor nekem feltétlenül az az új elhelyezkedés így az utam, és akkor elkezdtem így saját vállalkozást építeni, azt a mai napig építem, de azt gondoltam, hogy akkor azt a tudást, meg azt a sok mindent, amit én is megtanultam, akkor majd így fogom kamatoztatni, és rögtön ezzel egy időben viszont jött ez a regényíró kihívás, aminek a következménye végül is az lett, hogy megírtam, befejeztem, és elküldtem egy kiadónak az első regényemet. És ez viszont egy olyan szempontból volt nem várt fordulat, hogy ugye az írással kacérkodtam, az írás tudtam, hogy valamilyen szinten ezzel szeretnék foglalkozni, de az, hogy konkrétan majd tényleg publikált író leszek, az még olyan nagyon távoli volt a palettán. Tehát arra gondoltam, hogy ezt majd akkor úgy, ahogy tanultam is, hogy ezt akkor majd így mellékesen, így az egyéb tevékenységeim mellett én majd így csinálom, és akkor majd egyszer majd így lesz belőle valami. Úgyhogy igazából nagyon nagy szerencsém volt, mert szembe jött egy regényíró kihívás, írjunk meg egy regényt egy hónap alatt. Pont ott voltam, pont volt időm, tehát ez az, ami nem lett volna, hogyha nem hagyom ott a munkámat. Megírtam 30 nap alatt a regényt, és időközben elárult az írónő, ugye a Fejős Éva, ő nagyon népszerű és bestseller író Magyarországon, hogy ő majd el fogja olvasni ezeket a regényeket, aki úgy gondolja, hogy elküldi neki, és ami tetszik neki, azt meg is jelenteti. És ő ezt folyamat közben árulta el, és hát ez annyira így volt, hogy végül is, amikor elküldtem a regényemet, ő nem sokkal később válaszolt rá, hogy ő neki ez nagyon tetszik, és szívesen megjelentetné, és azóta még kettő másik, tehát összesen most már három regényem jelent meg az ő kiadójának, az Erevan kiadónak a gondozásában. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy én nem tudtam előre, és ez tényleg így van,
hogy ez fog történni. Tehát én nem tudtam előre, és nem volt egy ilyen konkrét célkitűzésem, amikor hazajöttem 2 évvel ezelőtt, hogy én majd regényeket fogok írni, és azokat majd a Fejős Éva, az Eravannál kiadja, és ez majd így lesz. Hanem én intuíciót követtem, hogy itt nekem valami dolgom van, amit csinálnom kell, és ahhoz most ez az út. Tehát, hogy nekem az az utam most, hogy ide kell mennem, ezt kell csinálnom, és ezekkel a dolgokkal kell foglalkoznom, és ezt kell hozzáfeladnom. Tehát, hogy ezt éreztem biztosan, hogy ahhoz, hogy valami új jöhessen az életembe, és valamit létre tudjak hozni, nekem valamit föl kell adnom, konkrétan mi az, ami kéznél van, hát ezek a dolgok, amiket ugye Bécsben hátrahagytam, és... Most én nem szeretnék erről úgy beszámolni, meg nem is úgy élem még, mint valamilyen hatalmas, nagy ilyen hollywoodi stiker sztori, hogy mindent feladott, és elindult, és kockáztatott, és bejött neki az élet, mert máshogy is alakulhatott volna. Azt tudom csak, hogy határozottan éreztem, és ez így volt, hogy valamit tennem kell, és hogy most akkor egyszer megengedtem magamnak, hogy ne ezek a józan, racionális érvek befolyásoljanak, az a kiszámíthatóság, meg van nálunk ez a szófordulat itthon, hogy csak legyen TB. Mindegy, hogy mit csinálsz, meg hol dolgozod, hogy a TB-d legyen befizetve, és ez olyan fajta szófordulat, mint hogyha ez a Szent Grál lenne a kezedben. Tehát, hogyha van TB-d, akkor te most már bármit csinálhatsz a világon, baj már nem érhet. Na most akkor ugye így fölhívnám a figyelmet arra, hogy milyen helyzetben vagyunk, meg mennyien veszítették el az állásukat akár az utóbbi időben is, tehát igazából nincsen az a fajta biztonság, amire még mindig törekszünk. Bármikor változhat a dolog körülöttünk, és igazából marha szerencsés vagyok, hogy saját akaratomból, meg saját szándékomból volt alkalmam szakítani a biztonsági játékkal, és azt mondani, hogy megnézem, hogy mit csinálok akkor magamból, amikor azt mondom, hogy most az intuíciómat követem meg a megérzéseimet. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy bejött, hiszen publikált író lettem, egy olyan álmot értem el, amit sokan abban 20 évben is írtak mondjuk, amikor én nem, és a mai napig csak vágynak egy ilyenre. Másrésztről meg ugye úgy jött be, hogy áldozatokkal, tehát más meg ugye föl kell adni miatt. Tehát igazából abszolút ez a tapasztalatom, vagy a saját tanulságom, hogy nincsenek ilyen abszolút igazságok, hogy csak az a jó, hogyha egyféle utat követünk, hanem lehetőségek vannak, döntések vannak, és akkor vannak ugye különböző utak, amikhez az egyes döntések vezetnek, és az egyik ezért jó, a másik meg azért jó. Tehát nincsen olyan, hogy csak hogyha ezt csináljuk, akkor leszünk boldogak, és csak hogyha ezt a lineális utat követjük, hogy mindig elvégezni a megfelelő iskolát, mindig mindenhol kiemelkedőnek lenni, és akkor majd boldogok leszünk, hanem többféle út van, és nem kell férnünk igazából letérni a lineális útról, nem kell félnünk letérni a kacskaringós felé, és nem kell félnünk többféle tapasztalatot kipróbálni, és végülis így utólag éred be bennem az a fajta gondolkodás, ami ugye már 18 évesen is megcsapott, hogy úristen, csak egy szakmát választhatunk az életben, vagy egy utat, hogy nem. Tehát, hogy többet is választhatunk. Tehát azt is választhatjuk, hogy, vagy én legalábbis azt választottam, hogy az én utam az az életben, hogy több mindent ki szeretnék próbálni, mert engem, mint személy, de akár mint szakember, bármilyen szektorban, vagy akár mint író, engem az gazdagít, hogy több mindent kipróbálok. És nagyon fontos számomra az, én szórakoztató regényeket írok, tehát igazából viszonylag könnyed, történetek, könnyeden emészthető, egyszerű karakterekkel, de ezt a fajta tapasztalást igyekszem beleépíteni a történetekbe. És tulajdonképpen azért is írok, vagy az az üzenet, amit itt próbálok közvetíteni, hogy én az életem során tanárként is, meg ugye vezetőként is, nagyon sok emberrel dolgoztam együtt, és nagyon sok mindenről beszélgettünk, sok mindenben kértek tanácsot, és mindig azt láttam, hogy nincs elég önbizalmunk, az elég nagy probléma itthon is, egyébként amikor Ausztriában éltem ugyanúgy, vagy a bolgár barátnőmmel beszélgetek ugyanúgy, tehát, hogy még ennek a generációnak sem, ami az enyém, akik már annyi mindent végcsináltunk, amit így nem láttunk előre, vagy többször letértünk akár a saját utunkról, vagy bevállaltunk rizikókat, amiket így nem gondoltunk, hogy be fogunk majd vállalni. De még mindig az a fajta önbizalom, hogy én megállom bárhol a helyem az életbe, és elég vagyok úgy, ahogy vagyok. Ez még így nincs meg. És én nagyon szeretem az inspiratív történeteket, tehát valószínűleg ezért kezdtem én is történetmesélésbe, mert egy beszélgetésen keresztül, tehát akár egy ilyen podcaston keresztül, én nagyon sokat hallgatok. Ugye erre is úgy bukkantam, hogy hallgattam. Engem nagyon inspirálnak azok a történetek, amiket így mások is elmesélnek arról, hogy hogyan merik föladni az úgymond komfortzónájukat, és követni a vágyaikat.
szeretek olyan regényeket olvasni, szeretek olyan biográfiákat olvasni, ahol erről szól a történet, de én igazából picibe gondolkozom, tehát én a hétköznapi bátorságot céloztam meg így a környezetemben, meg a saját életemben is, hogy nem feltétlenül az esik kívül a komfortzónánkon, vagy ahhoz nincs önbizalmunk, hogy egy hátizsákkal bejárjuk a kontinenst, hanem ahhoz, hogy holnap bemegyek a munkahelyemre, és megmondjam a főnökömnek, hogy már pedig én fizetésemelést kérek. Már pedig velem te így nem beszélsz, vagy egy bántalmazó kapcsolatból kimerjünk lépni, vagy azt merjük mondani, hogy másra vágyunk, mint amit más előírt nekünk. Tehát hogy nagyon apró dolgok, és annyian élnek így, vagy picit talán én is éltem így, tehát azért tudok vele azonosulni, hogy a biztos utat azért mindig jobban preferáltam fiatal koromban, illetve inkább az volt, hogy bennem megvan ez a hétköznapi bátorság, tehát valószínűleg azért is kérnek sokan tőlem tanácsot, viszont sokszor az van, hogy tekintettel vagyok mások érzéseire, akkor úgy nem mondom el, hogy nekem mi a véleményem valamiről, de igazából hosszú távon azért fontos, hogy önazonosan éljünk, és ezt próbálom valamilyen szinten a regényhőseim élethelyzetein keresztül is képviselni, illetve bemutatni. Kicsit azt szoktam mondani, hogy az én könyveim ilyen mentális tréningek önmagukban. Tehát, hogy én nem egy coaching órát tartok, nem ezt adom el úgymond szolgáltatásként, hanem én beleírom egy regénybe, és nagyon élvezem azt a fajta szabadságot, hogy tényleg azt alkotok meg, és azt csinálok, amit akarok. Tehát teljesen rákaptam ennek az ízére, és most is írok, és azóta is írok, és a kiadóm szokta kérdezni, hogy hogy a fenébe lehet ez, hogy én 20 évig nem írtam, amikor ennyit tudok írni, és ennyi mondani valóm van, és hát így, hogy mással foglaltam le magam, és szerintem sokan vannak még vele így, hogy ott motoszkál ez a kis gondolat, hogy mi az, amit mindig meg akartam csinálni, mi az, ami az mindig visszatérek. Tehát, hogy ott vagyok most, ahol vagyok, de mindig azt az oldalt fogom fölkeresni, azokat az embereket fogom követni, ezek a történetek fognak inspirálni, tehát amikor valami nagyon mocorog bennünk, azt szerintem meg kell csinálnunk előbb-utóbb. És én egy elég hétköznapi ember vagyok, szerintem viszonylag hétköznapi a történetem, tehát így az én korosztályomban ez nem egy olyan nagy baszizdasz, ahogy mondani szokták, hogy kimegyek, visszajövök egyik ország, másik ország, multi karrierváltás, tehát sokak története ez, ezért mesélek most magamról, meg a saját történetemről, hogy mások is elhiggyék, hogy bennük is megvan az a dolog, amit föl tudnak használni ahhoz, hogy a saját álmaikat tudják követni. Ha valakinek bármilyen hozzászólása volna témáinkhoz, vagy egy új témát szeretne felhozni, esetlegesen szeretne részt venni beszélgetéseinkben, értesíthet bennünket a szó összehoz, ékezet nélkül is egyben, kukac@gmail.com e-mail címen.